Drámai körülmények között dölt el a világbajnoki részvétel lehetőség az ifi fiú kajakos versenyben. A sokáig élen álló hármasból ugyanis valamennyien próbálkoztak azzal, hogy leszakítsanak egy valakit, hogy aztán nyugodtabb legyen a verseny. Valószínű, ez a nagy sietség hozta a bajt a győri versenyző számára. A kisvíz miatt a kiszállásnál a vízben kialakult gödröket kellett valahogy elkerülni, bár ebből alig ha lehetett látni bármit is a hajóból. A beszállás pedig az nehezítette, hogy ha a parthoz közel teszi le a versenyző a hajót, akkor leérhet a kormánylapát. Ha viszont túlságosan bemerészkedik, akkor elsüllyed az iszabban, és a beszállásnál borulhat. Így járt Erdősi Csaba is. A májusi országos bajnokság első és második helyezettje, György Jakab Máté és Petró Erik innentől kezdve pedig már évbe ért. Az EB-n egyébként Petró a hatodik, Erdősi a hetedik helyen ért célba. Ez is mutatja, hogy a felnőttekhez hasonlóan itt vár majd a legerősebb mezőny a résztvevőkre. Igazából a harmadik körben akartam elmenni, csak segítség hiány nem sikerült. A Erdősi Csabától megszöknünk ketten, úgy gondoltam, hogy ketten majd elmegyünk, de hát ez sajnos nem vált be. Úgyhogy az utolsó körre maradt a hajrá, vagy az utolsó nagy körre. Én beértem volna akár egy B-egységgel is, de hát úgy éreztem, hogy benni kell, mert végig lassú volt az iram, ezért amikor lehetett, csak megindultam, és sikerült az A-egységet behúzni. Tudatosan volt lassabb a nagy meleg a kis víz miatt, vagy egyszerűen csak így alakult? Nem tudatosan, ezt az emberek alakítják, igazából nem volt húzó ember, mert ugye nem volt mezőny, összesen nem is tudom, talán 18-an indultunk, és a nagy része már az elején lemaradt, így a iram fokozatosan visszaesett, és nem volt hova sietni. Te milyen reményekkel vágsz neki majd a világbajnokságnak? Lehet-e már mondani, hogy mi lehet a cél? Hát a cél természetesen az első hely, de hát ez inkább tényleg remény és cél egyben. Egy dobogot mindenképpen szeretnék hozni Magyarországnak, és hát az Egyesületemnek is. Ezek a célok.